Jó estét kívánok, 24 óra, 45 percben behoztunk néhány új elemet a műsorba, ezért több a témánk, mint amennyi a műsoridőnk, gyorsan vágjunk a közepébe. Bemutatom a mai vendégeket, itt van Bíró Marianna, 168 óra újságírója, Gémesi György Gödöllő polgármestere és Komlódi Gábor ügyvéd, az üde elnöke. A nyugdíjak értékével és arról avval kezdünk, hogy vajon lesz-e miből nyugdíjat fizetni az államnak, már amennyiben az állam vállalja azt, hogy nyugdíjat fizet a polgárainak. Ez az első téma, a szavazás eredményét majd utána mutatom. A 18-59 év közötti nyugdíj előtt álló magyar lakosság a jelenleginél érezhetően nehezebb anyagi helyzetre, romló életszínvonalra számít nyugdíjas éveiben. Szembetűnő ugyanakkor a legfiatalabb korosztály átlagot meghaladó optimizmusa. A Grupama biztosító megbízásával készült országos felmérés szerint a 18-29 évesek többsége ugyanis szinte minden kiadásról úgy gondolja, hogy fedezni tudja majd nyugdíjasként. Az alapvető szükségletek mellett a luxus termékeket is megengedheti majd magának. A pozitívabb jövőképet a fiatalok elsősorban alternatív bevételekre, semmint az állami nyugdíjra alapozzák. Míg az 50-es nemzedék úgy számol, hogy bevételének még kétharmadát biztosítja majd az állami apanázs a nyugdíjas években, addig a munkaerőpiacra most belépő 20-as éveit taposó úgy kalkulál, időskori jövedelmének csak alig több mint harmada jön majd az államtól. És ebből a felmérésből következett a nap kérdése. Ön milyen nyugdíjas évekkel kalkulál? Kérdeztük ma a nézőket. Próbálok spórolni, mert az állami nyugdíj bizonytalan, ezt mondja a válaszadók 81%-a, és 1/5, 19% mondja azt, hogy optimista vagyok, bízom az államban. Hát azért kicsi a bizalom, tehát lehet, hogy jó lenne, hogyha ez a 19%-os optimizmus ezt terjedne. Ha nem tartjátok tolakodónak a kérdést, nektek miből lesz nyugdíjatok? Tehát kinek mi az egyéni túlélési stratégiája nyugdíjas éveire? Talán én vagyok közülünk a legidősebb, akinek közelebb áll a nyugdíjazás időpontjához. Ezt nem tudhatjuk, biztosan. Bár fölfele, most már 65, amikor én kezdtem dolgozni, akkor 60 volt a főső korhatár, most már 65, tehát odáig el kell jutni a munka. Hány évet dolgozott sebészorvosként, Gémesi tizet, György? Tizet dolgoztam, tizet. És lassan 30-at polgármesterként. Uh-huh. Pont az a probléma, hogy a következő ciklus előtt még nem tudok nyugdíjba menni, tehát neki kell futnom a következő ciklusnak is, de ez nem baj, ez az én dolgom nyilván. Én mindig a közszférából értem. Tehát én orvosként is közalkalmazott voltam, és most is tulajdonképpen köztisztviselői beosztás van, ami azt jelenti, hogy a fizetésem állami fizetés, és annál több nincs. Hogy meg tudok-e élni belőle, vagy nem tudok, ezt most nem tudom megmondani, az biztos, hogy az a korosztály, amit én képviselek, az a nyugdíjjal kapcsolatosan mindig óvatos, és ez teljesen igaz, hogy vissza kell vegyen azokból az igényekből, amit adott esetben egy munkahelyen megkapott fizetésből tud magának biztosítani. De ami meglepő ebben a dologban a fiatalok tekintetében, hogy ennyire nem látnak még odáig, szerintem nem is gondolkodnak odáig, viszonylag rövid távon gondolkodnak, ez egyébként a mai következő generációnak egy sajátossága, a megítélésem szerint a saját gyerekeimnél is ezt látom, hogy ott még nagyon messze van, most az a lényeg, hogy most legyen meg az a feltételrendszer, az a körülményrendszer, amiért biztonságban megfelelő feltételekkel tudunk élni, de ez nem így volt, amikor én fiatal voltam. Na, beszéljünk majd arról is, hogy ez a fajta tücsök és hangyalét, ez a szülők felelőssége, vagy az oktatási rendszer felelőssége, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy Marianna és Gábor hogy tervez egyéni stratégiát? Nem, hogy ez egyéni stratégia, tehát maga a cikk, illetve a hír némileg félrevezető volt az, hogy bíznak abban, hogy jól fognak élni a fiatalok nyugdíjas. Hát sőt, azt mondták, hogy luxus cikkekre is lesz majd. Nem a nyugdíjból, hiszen a felmérés arra is rákérdezett, hogy mekkora részét az életvitelüknek várják nyugdíjból fedezni, és azt hiszem, hogy egy harmadát. 37%, így van. Nyilván, hogy szeretnének dolgozni és a kertőkét halmozni, lehet, hogy magánmegtakarításokban gondolkodnak. Én szerintem elkerülhetetlen az előre gondolkodás, az én korosztályom, ez a
alig 30-as, az mindenképpen úgy kell készüljön, hogy még csak állami nyugdíjrendszer sem lesz, mire én... De Marianna, mennyire realitás az a tőke felhalmozás vagy megtakarítás? Tehát amikor hát valaki mondjuk albérlet, hát erre gondolok, főleg, mennyit tud félretenni? Eléggé nehéz félretenni, és ugye erről sokszor beszélünk, hogy a magyar középosztálynak nevezett társadalmi csoportok, azok borzasztóan szegénynek számítanának más európai, nem csak nyugat-európai, más európai országokban is, hiszen nem tudnak tartalékot képezni. Ettől függetlenül az, hogy egy pályakezdő fiatalnak ez legyen a célja és az elképzelése az életről, az nem egy szomorú fejlemény, és nem óvni kell ettől, hanem valóban ezért kell dolgoznia. Hogy mi lesz 30-40 év múlva, hát ezt kilátja előre, az, hogy nem szabad az állami gondoskodásra várni, az szerintem egy teljesen normális, ezért volt félrevezető talán a hír, hogy ezek a fiatalok a nyugdíjban bíznak, nem a nyugdíjban bíznak, hanem abban bíznak, hogy jól fognak élni nyugdíjasként is. Én igyekszem takarékoskodni, ugye olyan munkám van, ami könnyen lehet, hogy nyugdíj után is még foglalkoztathatom magamat ügyvédként, egyebekben pedig igyekszem a páros szerveimet karbantartani esetleges értékesítésre, hogy még alkalmasak legyenek. Tréfát félretéve, ugye a kérdése, a válasz is úgy volt, a két válasz, amit felett téve, hogy próbálok spórolni, és ugye 80x% mondta ezt, hogy próbálok, hogyha úgy lett volna szerintem a kérdés föltéve, hogy spórol-e, mert nem bízik, valószínűleg kevesebben lettek volna, mert próbálni mindenki próbálkozik, vagy sokan próbálkoznak spórolni, én is próbálkozok spórolni, és azt is el tudom képzelni, hogy idővel nekem is majd, ha nyugdíjas leszek, lesz pénzem a luxuscikkekre, lehet, hogy az akkor már, hogy a csirkefarhát lesz egyébként, még ezt nem tudjuk, mert van, akinek az is luxus sajnos, de az tény és való, hogy ahogy evel egyetértem, amit a Marianna az előbb mondott, hogy igyekszik az ember, de addig, amíg a létfenntartásáért kénytelen küzdeni, addig a holnapra nem. Lehet, hogy ez nagyon tücsök, ahogy te mondtad, tücsök magatartás, de sajnos ez nem csak kulturálisan van így belénk rögződve, hogy az állambácsitól várjuk a megoldást, hanem sajnos a jelenlegi csúnya gazdasági helyzetünk is arra predeszinálni. Szépen visszajött, hogy korral ez a kutatás is azt mutatta meg, hogy egyre kevésbé optimisták az emberek, és ugye polgármester úr is arról beszélt, hogy nem számít arra, hogy jobban fog élni, ha majd nyugdíjba megy, sőt, ez nyilván egy életszínvonal csökkenéssel jár. Egyáltalán lesz-e nyugdíj? Tehát ugye a bevételek egyre csökkennek, a kiadások egyre nőnek, hiszen ilyen a korfa, egyre több nyugdíjat kell fizetni, egyre kevesebben fizetnek be. Fiatalok mennek el? Nem itthon termelnek jövedelmet. Nyilván eljuthat ez az egész dolog egy teljes összeomlásig? Tehát, hogy gyakorlatilag letérdel a nyugdíjrendszer, és nem lesz miből nyugdíjat fizetni? A különböző kormányok arra kapnak felhatalmazást, hogy olyan gazdaságpolitikai eszközökkel éljenek, amelyek fenntarthatóvá teszik a kifizetéseket. Nyilván azt lehet tudni, hogy annak idején, amikor államosították a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. És mégis mozog a Freud. Elvesztette magánpénz jellegét, ugye? Így van, és ugye volt egy ígéret arra vonatkozóan, hogy ezek egyéni számlán vezetve lesznek mindazoknak. Nekem is volt akkor, mert pedig igencsak pályakezdő voltam akkoriban. De ezt ugye utóbb bevallották, hogy ilyen nem lesz. Ettől függetlenül biztos, hogy adópolitikai intézkedéseket kell majd tenni ahhoz, hogy minél kevesebb számú befizető, annál nagyobb számú eltartottad, bocsánat a kifejezésért, tudjon kiszolgálni. Sőt, bocsáss meg, egy mondatot, elnézést, csak ugye azt mondtad, hogy ilyen fiatal voltál, és már neked volt olyan, ugye azért volt, mert kötelező volt a magánnyugdíj. Én nem vagyok, hogy is mondjam, egyik kormánynak se rajongó egy híve, de szerintem az egy nagyon bölcs döntés volt akkor, amikor jogszabályilag... Igen, hogy egyik kormánynak se, egy kormányunk van, Gábor. Igen, de ez nem az a kormány volt, amelyik ezt a döntést hozta. Szóval én azért tartom különösen problémásnak, hogy aztán pedig ezt egy abszolút fenyegetett helyzetben az embereket belekényszerítették abba, hogy ezeket megszüntessék és felszámolják. Azóta látjuk, hogy lehet megvédve, és az, hogy abból azóta mennyi lett volna, ha bent hagyjuk, mindegy, az a zárójás volt. Szóval, hogy ez azért különösen problémás, mert az egy jó út lehetett volna abba az irányba, hogy az így hívták akkor, hogy a több pilléres nyugdíjrendszert meg lehessen valósítani, és egy kicsit nyugodtabbak lehessünk. Elnézést kérek. Semmi, nekem az ugyanez az egészségbiztosításnál is, hogy előbb-utóbb a magánbiztosítás,
irányába fog elmenni a dolog, és akiknek van egy pici felhalmozható pénzük, azokat és gondolkodik egy picit előre, azt ide be fogja tenni, mert ugye ezek többfajta kínálatot is adnak, nem csak az, hogy nyugdíj lesz, hanem esetleg, ha valami baj lesz vele, egészsége bármilyen más állapotában, akkor bizonyos költségeket át tudnak vállalni. Tehát biztos vagyok benne, hogy az egészségügyben is meg lesz ez a típusú lehetőség, és a nyugdíjak esetében is, és ez lehet a megoldás, hiszen az életkor az kitolódott, szerintem fog följebb tolódni a nyugdíjkorhatár. Ugye most éppen egy holland barátom mondta, hogy 67 éves, és most mehetett nyugdíjba, és ez Magyarországban is. Hát, tudják foglalkoztatni az embereket, ugye, ilyenkorig. Tehát biztos benne, hogy ez a megoldás, hogy ez aztán kötelező lesz, vagy nem lesz kötelező, kimeri ezt bevállalni, hogy ez a kormány, amelyik egyébként egész másról beszélt, elvitte ezt a 3000 milliárd forintot, azt ezt hogy tudja sírre tenni, azt nem tudom, de megítésem szerint ez a megoldás, és innentől kezdve lehet azt gondolkodni, hogy valamilyen formában biztonságban van az ember idősebb korában. Valaki, aki élsportoló volt, 10 éven keresztül sebészorvosként dolgozott, és 30 éven keresztül vezetett egy várost, és még vezet ki tudja meddig, érez bármifajta keserűséget amiatt, hogy itt ül és arról beszél, hogy ha nyugdíjba megy, akkor bizony számolnia kell azzal, hogy életszínvonal csökkenés jön. Ha Gémesi György mondjuk 400 kilométerre nyugatabbra születik, akkor valószínűleg most azon kéne gondolkodnia, hogy délelőtt golfozni menjen, vagy vitorlázni. Hát erre nagyon egyszerű a válasz, hogyha én ebben gondolkodtam volna, akkor lehet, hogy már kinoperálnék valahol Németországba vagy Ausztriába. Mást választottam, másképp építettem föl az életemet, a közszolgálatot választottam, és ennek megfelelően rendelem magam az alá, amilyen körülmények és keretek között kell lenni. De azért nem feltét, ha megélhetési biztonságban gondolkodom a következő években, vagy a nyugdíjas években, akkor talán aznak meg lesznek a lehetőségei, de én minden további nélkül vissza tudok venni az igényekből, nem feltétlenül luxuscikkekkel kell ellátnia magát az embernek nyugdíjas korában, legyen meg a gyógyszerre a pénz, legyen meg az orvosra a pénz, legyen meg a... Ha ezek megvannak, ezek a körülmények, akkor én azt gondolom, hogy ezekben az időszakban sokkal szebb dolgokat is meg lehet találni az életben, mint az, hogy most luxuscikkekkel vegyem körül magamat. Látok én nyugdíjas klubokat, beszélek nyugdíjasokkal, és viszonylag kis mozgástérből nagyon szép életet tudnak élni. Tehát egy picit az értékorientáltságot vinném azokban az években, venném előtérbe, és akkor nem feltétlen ez az első kérdés, hogy most milyen nagyságrendű pénzt. Fiatal felnőttek százezrei viszont nem így gondolkodnak, mert a lábukkal szavaznak, és azt gondolják, hogy ők egy életük van, nem feltétlen így akarják leélni. És ez is igaz, hogy nagyon sokan azért mennek külföldre, hogy bizonyos tőkét felhalmozzanak, és az alapján indul el az életük, és ebből tudnak aztán akár a későbbi életükre gondolkodni, ingatlant vásárolni, és nem a bérletet fizetni egy életen keresztül, tehát az én személyes közegemben nagyon sokan tettek és tesznek így, és azok, akik elmennek Magyarországról, nyilván nem itt adóznak, és nem itt szülnek akár gyerekeket, azok szintén hiányozni fognak ebből a nyugdíjkasszából, tehát, hogy ezen is érdemes lenne gondolkodni, hogy minden szakpolitikai terület nagyon konkrétan összefügg egymással, és nem gondolkodhatunk csak nyugdíjasokban, és nem hibáztatni kellene egymást társadalmi csoportoknak, nyilván mindenkit megélet a méltó élet, de azért ne a fiatalokat hibáztassuk, hogy elmennek, és ne a nyugdíjasokat, hogy őket meg el kell tartani, tehát ezt jó volna. Ehhez, bocsánat, ha szabad egy mondatot még hozzátennem, hogy igen, azért egy komplex kérdés ez, mert önmagában az, hogy a nyugdíjrendszer milyen, azt lehet itt most boncolgatni, de az egészségügyi ellátás meg az oktatás ugyanúgy hatása van erre, mert hogyha nekem egyébként az életem során nincs pénzem arra, hogy az egészségemmel, a kipihenésemmel, egyebekkel foglalkozzak, akkor valószínűleg addig dolgozom, hogy kimurdálok, jó, oké, mert akkor nem kell a nyugdíjat fizetni, de hogy ez, ha nincs időm arra, hogy tanuljak meg lehetőségem, mert dolgoznom kell, akkor nem lesznek olyan életpályáim, mint egyebeknek vagy másoknak. Szóval ez egy nagyon komplex kérdés, és én szerintem, amikor arról beszélünk, hogy állami gondoskodás, akkor nem csak arról van szó, hogy Róbert bácsitól várjuk, hogy a nyugdíjat odaadja, hanem hogyha azt már nem adja oda, akkor ezeken a területeken viszont meg emelje azokat a lehetőségeket, amihez én saját magam, ez a segíts magadon és az Isten is megsegít elve alapján, mégis előrébb tudok jutni. Bennem lemelett kevesebb a kérdés, de hát nem is gondoltam, hogy ezt most néhány perc alatt megoldjuk. Azzal folytatjuk, hogy egy friss kutatás szerint nem a migráció kérdése volt a kormány kétharmados csodafegyvere.
A Fidesz szavazók leginkább azért szavaztak a Fideszre, mert számukra a Fidesz kormányok eddigi intézkedései kedvezőbbek voltak, mint a korábbi kormányok intézkedései, derül ki a Závetsz Research friss kutatásából. A kormánypárti szavazók a menekültek Magyarországról való távoltartását is nagy mértékben figyelembe vették, emellett pedig úgy gondolják, a Fidesz a társadalom többsége javára hozott döntéseket és jó irányba viszi az országot. A választási eredménnyel kapcsolatban az ellenzéki szavazók a legerősebb okként azt jelölték meg, a Fidesz ráérzett az emberek félelmeire és erre építve kampányolt. Ezzel szinte azonos súlyú érvként említették az ellenzék szétaprózottságát, a torz választási rendszert és az egyoldalúnak minősített kormánypárti tájékoztatást. Az ellenzéki érzelmű ám a választáson részt nem vett, mintegy 1 milliós tömeg elsősorban az ellenzéki összefogás elmaradásával indokolta távolmaradását. Na azért ez tanulságos, nem? Tehát, hogy sokat beszélgettem ellenzéki politikusokkal a választások óta, mindig előjön az egyoldalú választási rendszer, a média túlsúly, elcsalták a választásokat, tehát elmaradt szerintem a mai napig az a komoly önvizsgálat, amit egyébként az ellenzéknek el kéne végeznie ahhoz, hogy tisztán lássanak, hogy mi volt az akóka. Meg fog ez történni? Meg kell, hogy történjen, mert egyébként ugyanitt mikor, fogunk. Hogyha nem, de mikor, szerintem. Hogyha nem a választások után közvetlenül? Hát ez egy hosszadalmasabb folyamat szerintem. Én is sajnálom, hogy itt mindenki mindenkit hibáztat, vagy nyilatkozgat hetek óta, és eltelt egy hónap úgy, hogy még egy érdemi fejleményt nem hallottunk, sőt ugyanazokat a panel dumákat halljuk szerintem, amiket 2010-ben és 2014-ben is. Viszont ettől függetlenül a hírben hallott adatok, illetve nézőpontok nem fedik a valóságot. Tehát ez most ma a második hírünk, ami egy téves címadásból következően teljesen félrevisz kutatásokat. Tehát az, hogy a migrációs kérdés és a kormány jóléti intézkedései ilyen döntő okként szerepeltek egyébként a kormánypárti szavazótábor körében a választásukat indokolandó, az nem jelenti azt, hogy nem a migráció volt a csodafegyver, mert hogy jóléti intézkedésnek fogta fel más kutatások szerint a magyar társadalom a kerítést például, és egyébként meg a rezsicsökkentés, az Erzsébet utalvány. Az egy jóléti intézkedés volt, tehát sokaknak sokat hozott a konyhára a kerítés, ezt rosszul látod, Marian. Így van, a megfelelő körnek, de én pontosan arról beszélek, hogy nem a kormány intézkedéseit úgy nagy általánosságban a döntéshozatali folyamatokat dicsérik, még a Fidesz szavazók sem, hanem a kifejezetten nagyon csúnya lesz, amit mondok, de szerintem jogos szavazatvásárlásra épülő kormánypolitikát, tehát azt, hogy bizonyos társadalmi csoportokat megpróbálok lekenyerezni, és ez láthatóan bejön bizonyos intézkedésekkel. Tény, így kell politizálni, ezt ma szerintem ebben az országban Orbán Viktor tudja egyedül, de hát ezt kellene például megtanulni ellenzéki pártoknak. Nem arról van szó, hogy gyakorlatilag minden regiszteren játszottak. Tehát itt volt Erzsébet utalvány, volt negatív kampány, volt Kubatov lista, tehát gyakorlatilag ami eszköz volt, azt mind használták. Nagyon helyesen, és bocsánat, de erre ellen példaként hozni egy ilyen cikkbe megint az összefogás diskurzust, hát olyan elképesztően elcsépelt és unalmas, hogy ha nem változtatunk azon, hogy a szavazókat bántja-e, hogy van összefogás, vagy legyen egy párt, amelyik szimpatikus. Ne összefogás legyen, legyen egy versenyképes párt. Ott voltak benne ebbe a kutatásba a számok, bocsánat, hogy dübe jövök. Ráadásul nem velem vitatkozol az Závetszel. Akik az összefogást hiányolják, azok is több mint 500 000 emberrel kevesebb hiányolja az összefogást, mint ahányan a Fideszre szavaztak. És még mindig arról beszélgetünk, hogy értékeli az ellenzék, hogy kár volt-e nem összefogni, vagy koordinálni, vagy bármi. Teljesen fölösleges. Tessék valakinek politizálni, tessék a Fidesz politikájára úgy reagálni, hogy ne érezzék jóléti intézkedésnek a saját pénzünkből adott jutalomfalatokat, és akkor onnantól kezdve egy érdemi politikai párt mögé talán érdemi politikai tábor is tud alakulni. Ennyi. Tessék. Hát, ezt kell csinálni. Vegyük haza.
Azért, hogyha ez nem így lett volna, akkor nem minden reggel a köztévében 15-20 percen keresztül csak a migráció, bevándorlás, bűnesetek, megerőszakolta, stb. Miközben egyébként elment valaki Németországba, Hollandiába, onnan jöttem vissza, tök békében élnek az emberek és nyugalomban. Tehát ezzel sokkolták, ezzel, ez is egy eszköz volt arra, hogy fölhergeljék a szavazókat, arra, hogy összetereljék őket egy táborba. És aztán jöttek ezek a más hangszeren való játékok, 12.000 forintos gázszámla csökkentés, és sorolhatnám tovább, ami alátett egy pici olajat a dolognak, és így tudott működni. De az biztos, hogy 8 év ellenzéki politikája csőd, egy kész csőd. Én beleszálltam ebben néhány társammal, polgármesterekkel, egy új párt kezdeményezéssel az utolsó pillanatban. Nyilván nem volt várható el attól, hogy ez a politikai kezdeményezés oda tudjon érni, szövetséget is kötöttünk, megpróbáltunk valamilyen formában részt venni ebbe a dologba a magunk pici erejével, viszont azzal a tapasztalatával, a lokalitással, a polgármesterekkel, akiket magunk köré tudtunk gyűjteni, megjegyzem, itt is hihetetlen félelem keletkezett a ráfutás időszakában, mert többen eltávolodtak, megijedtek, megvették őket, hogy két pályázattal, és a többi, és a többi. Újra új alapokra kell az egészet helyezni. Most lesz két polgármester választás, úgy tűnik, hogy mind a kettőnél egyelőlt lesz szemben, már a Jobbik itt a 8. kerületben úgy tűnöm, hogy ez kétséges, bár nem akkora erőtér, ott versenyképes lesz a dolog. A formációt kell megtalálni, és vissza kell fogni magát azoknak a politikusoknak, akik úgy gondolják, hogy ők sztárok, hogy önnélkül nem képezelhető a politika, hogy önnélkül nem fog Magyarország ellenzéke működni. Fog működni, tessenek szívesen önuralmat gyakorolni, és visszalépni egy métert, kettőt vagy hármat, és akkor lehet egy az egyben elindulni majd, amikor odaér. Például mondjuk egy közös listával az uniós választások esetében, ha ezt az önfegyelmet meg tudja csinálni az ellenzék, akkor versenyképes lesz. Egészen friss hír szerintem azóta jött ki, hogy beültünk a stúdióba, de a Jobbiknak nincs pénze indulni a budapesti időközi választáson, tehát nem fognak indulni egy választókör. De nekem nagyon megütött a fülemet, az egy nagyon karakám mondat volt, hogy 8 év ellenzéki működése az egy csőd. Szóval, hogy ilyet nagyon hallottunk április 8-a óta. Most hát részben egyet tudok egyébként érteni. Annyi haszna volt ennek a hírnek, hogy megtudtam azt, hogy, és ezt fogom használni a védőbeszédbe, hogy a kerítés az egy jóléti intézkedés. És köszönöm. Viszont a dologra visszatérve, abból a szempontból volt csőd az elmúlt 8 év ellenzéki politizása, és ebben értek egyet, hogy talán ebben a műsorban erről beszéltem, hogy a legnagyobb sikere a Fidesz választási eljárási törvény módosításának az az volt, hogy sikerült egy társadalmilag, kulturálisan több pártrendszeri gondolkodású társadalomban egy kétpártrendszerű választási rendszert kialakítania. És addig, amíg a másik oldalon nem lesz egy párt, amiről itt beszélgettünk, most tök mindegy, hogy hívjuk, hogy összefogás, vagy egy ember, vagy egy vezéralak, vagy egy párt, mindegy, hogy addig majdnem, hogy megverhetetlen. Az egy másik kérdés, hogy abban meg itt értek egyet, hogy ettől függetlenül minden eszközön játszottak, vagy minden hangszeren játszottak. Tehát az, hogy most a migráció az most a hab volt a tortán, vagy a cseresznye a habon, vagy a csokire szedik a cseresznyén, ezt már nem tudom megmondani. Kicsi de, utaztatás, kicsi igen, választókerület átrajzolása, kicsi Erzsébet utalvány. Ja. Mit gondoltok arról ma már, és egyébként szerintem mi is ráfutottunk, hogy volt egy ilyen fura csodavárás a választások előtt, Simicska atombombája, Olaf jelentés. Ugye mi volt még a... Ja, jön Gyurcsány a svájci bankszámlával. És hogy szerintem ezzel így mindannyian eljátszottunk, tehát beszéltünk vele, és aztán kiderült, hogy egyikből se lett semmi. Lett Olaf jelentés, nem érdekel senkit. Simicska nem jött atombombával, Gyurcsány se a svájci bankszámlával. Sőt, egy Simicska itt az ideje felébredni. Visszavonult, és így aztán ezeknek az ügyeknek a száma is redukálódott, hogyha jól érzékeljük. Én nem ugye tudom, hogy helyzet, ez hogy ő úgy vonult egyébként... vissza, hogy nyer közbeszerzéseken a mai napig nem kevés pénzt. Nem, hogy, sőt, most egy újabb nagy nyertes közbeszerzése van, ha jól tudom, és nagyon gondoskodtak arról, hogy a választások előtt ez ne derüljön ki. De én nem bádoskodni szeretnék, inkább azt mondom, hogy egyébként, ha már az ellenzéki politikát kritizáljuk, mert több egyszerre mondom itt is egyébként a választás óta a magyar sajtónak is nyilván önkritikát kell gyakorolni, tehát például abban, hogy mennyire van hatása annak, amiről mi írunk, amiről mi beszélgetünk, nem csak az okos gondolatok szakértőktől,
hanem egyáltalán ezeknek a tényfeltáró munkáknak hogyan juthatna ezzel több emberhez, hogyan nyithatna fel több szemet, és hogy szabadott-e volna elengedni bizonyos ügyeket, és hozni az újabbat, 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 ez egy bizonyos közeget természetesen mozgatott, főleg minket újságírókat, én azt hiszem, de az emberek meg se értették az Olaf jelentést, a Tiborcz ügyet, és ugyanaz a portál, ugyanúgy mi, mindannyian, napi három másikat hoztunk. Ki foglalkozik ma Kósa Lajos egyébként teljesen abszurd és hátborzongató ügyével? Ki fogja elvinni azt odáig, hogy valóban legyen valamilyen jogi következménye? Egyelőre nem látjuk, hogy bárminek lenne, nemhogy az Olaf ügynek, ami ugye a miniszterelnök vejéhez, tehát a legszorosabb családi közegéhez kötődik, de hát a közvetlen embereinek szinte sora érintett ilyen ügyekben. Ennek ellenére azt hiszem, hogy két vagy három ilyen korrupció gyanúba keveredett miniszter távozott a kormányból, az összes többi ott van, és vagy valamilyen másik fontosabb közjogi és egyéb pozícióban. Tehát én azt gondolom, hogy az is feladat volna, hogy nem, hogy újabb ügyek kellenek, hanem szinten tartani, illetve a nyilvánossággal nyomást gyakorolni, hogy valami azért, mert mégiscsak történjen, ha voltak ezek az ügyek. Na, tulajdonképpen folytatjuk ezt a témát azzal, hogy Orbán Viktor köszönő kampányba kezd. Több olyan települést keres fel az országon, amelyik billegett a választások előtt, ő elment, kampányolt, és amely a választásokra egyértelműen fideszes választókörzet lett. Ez a következő téma. Az oka, miért itt vagyok, és el fogok menni még néhány helyre Magyarországon, hogy megköszönjem önöknek a támogatást. Azt is mondhatnám, hogy megköszönöm önöknek, hogy munkát adtak nekem a következő 4 évre, és azt ígérem, hogy én is adok cserébe önöknek. Amit vállaltunk, azt teljesítjük, a településeinket fejlesztjük, munkát fogunk adni mindenkinek, úgy, ahogyan ezt már megkezdtük a megelőző 4 évben, az országot is meg fogjuk védeni, akármekkora népvándorlás is jön, ahogy vállaltuk, azt a határoknál meg fogjuk állítani, migránsok Magyarországra nem települhetnek be, és csak mi magyarok dönthetjük el, hogy kik élnek velünk, kik tartózkodhatnak az ország területén, és Magyarországot meg fogjuk tartani Magyarországnak. Munkát adunk mindenkinek, ez egy fontos mondat, erről még szó lesz a műsorban. Ez egy gesztus, hogy Orbán Viktor körbejárja ezeket a körzeteket, ne keressünk benne politikát, vagy tübörök tovább a kampány? Ez a politika maga, hát erről beszéltünk eddig, egyedül a Fidesz, illetve pontosabban Orbán Viktor tudja, hogy mit kell tenni, folyamatosan kampányolni, folyamatosan győzködni a népet arról, hogy én vagyok nektek a jó. Hát akkor jobban ért a kampányhoz, mint az ellenzék. Hát ezt eddig is tudtuk meg az elmúlt 10 évünk. Van egy olyan sejtésem, hogy itt gondok lesznek a különféle beígért pénzekkel a települések fejlesztésénél. És meg kell előzni ezt a szituációt, el kell menni ezekre a térségekbe, és el kell mondani, hogy köszönjük szépen, ott vagyok, veletek vagyunk, higgyetek bennünk, mert gondok lesznek a finanszírozással, gondok vannak a pályázatok bonyolításával, technikai gondok is vannak, finanszírozási gondok is vannak, az Unió nem kizárt, hogy felfüggesz bizonyos jellegű pénzeket, és jön az önkormányzati választás. Tehát nekem, aki ebben a térben mozgok elég sokat, az az érzésem, hogy van egy ilyen jellegű elővágás, hogy a miniszterelnök úr előre ezzel a gesztusával újabb bizalmat kér a települések lakóitól, a településektől. Ez az egyik gondolatom. A másik meg, hát szóval az, hogy beígérjük a munkát, kenyeret, szóval ez már volt Magyarországon. A hátam borsózik ettől, megint abban a korosztály, vagy azt a korosztályt képviselem, aki még fiatal korában ezek utóhatásait látta, és hát ezek a retorikák, ezek a mondatok jönnek és köszönnek vissza. Nyilván, ha ez működik, akkor ez működik, ezt kell látni, és nagyon egyszerűen, nagyon világosan a folyamatos kampány ezen a területen megy tovább. Visszavettek a migrációs kampánytörténetből, visszavettek egy csomó minden másból, most a személyes jelenlét lehet egy ilyen jellegű többlet forrása. Ez egy érdekes gondolat, hogy esetleg nem fogja tudni tartani ezeket az ígéreteket, de akkor is előrelátásról tanúskodik. Igen. Tehát már most arra készül, hogy 19-ben, aztán majd 22-ben szüksége lesz újra ezekre az emberekre. Én azt is gondolom egyébként, hogy
Orbán Viktor, amikor arról beszél, és amikor azt kérdezted az előbb, hogy ez most a része a politikának, hogy mi ez, és ugye az volt a válasz, hogy ez a politika maga. Egyébként valóban így van, szerintem politikát csinálja. Most az a helyzet van, amikor ő azt mondja, hogy 12 évben gondolkozik, akkor én szerintem ő éppen konszolidálja az ő hatalmát, hogy így fogalmazzak. Az elején lesznek még valószínűleg olyan törvényi változtatások, amiket látunk ugye az alaptörvényben és egyéb módszerekkel, vagy módon, de utána eljön az az időszak, amikor egy ilyen barátságos arcát mutatja a rendszer, amikor konszolidálódik, és igenis lesz a munkát kenyeret. Hát szerintem Vémesi György is erről beszélt, hogy a Kádár rendszer is konszolidálta magát, tehát végére mi lettünk a legvidámabb barak. Nem biztos, hogy kérek belőle. De múlt héten meg 30 évben gondolkodott, hát és pontosan tudjuk, hogy jövő héten meg elfogadja a stopsorost, és azután pedig ez történik. Nem, más pályán játszik vidéken, hogyha elmegy egy választókerületbe, egy településre, meglátogat, utcafórumot tart, kvázi, gondolom azért meg volt szervezve, más pályán mozog a parlamentben, más pályán mozog az Európai Parlamentben, mindegyiken megvan a megfelelő retorikai eszköze Orbán Viktornak, ezt pontosan kell látni. Azért kellene nagyon tudatosan kezelni ezeket a kijelentéseket, mert nem tudom, hogy például valamelyik ellenzéki politikus fogja őt azzal szembesíteni, hogy második éve csökkenti a közmunka programoknak a létszámkeretét. Ha jól tudom, 170 ezer, már csak 200 volt az 300 körül is. Sőt, még annál is több, 250. És ha hallgattunk Varga Mihály nyilatkozatokat az elmúlt fél évben, azért ki akarták ezt vezetni alaposan, hiszen a költségvetés nem nagyon bírta ezt sem már, és akkor ennek ellenére munkát ígér mindenkinek, állambácsi, elnézést kérek, milyen munkát fognak kapni ezek az emberek, kitől és hogyan, mert munkahelyteremtő beruházásokat még csak azokból a most bizonytalan uniós forrásokból sem kezdett meg a kormány az elmúlt 8 évben, amelyek egyébként erre kiválóak lettek. Azt mondtad, hogy más mond vidéken, és más mond a parlamentben, meg Brüsszelben. Emlékeztek, hogy mennyit élcelődött az ellenzék azon a Hello Röfik odaszóláson? Ki nevet a végén? Tehát lehetett azon mosolyogni, kétharmaddal megnyerte a választásokat. Nem Soros nevetett a végén. Szerintem Orbán Viktor ott nem a Röfiknek beszél, meg azért is nem értek avval sem egyet, hogy amikor persze más hangszerrel játszik, máshogy beszél Brüsszelben, máshogyan beszél. Mindenre megvan az eszköz. Igen, na de ez addig lenne igaz, hogy ez valami ördögi mesterte specifikus része, ha nem lenne internet, meg most itt milyen nem erről beszélgetnénk egy olyan településen, amit tényleg Isten lássa, bocsássa meg bűnömet, de nem is hallottam eddig róla. De most meg hallok róla, ezen a településen így beszélt Orbán Viktor, aminek hatása van a ma estémre nekem itt. Nekem ennek üzenete van, szerintem ez az üzenet túlmutat azon a településen. A tiédre és még 200 ezer másik emberére, amit pedig ő mond, az legalább 2 vagy 4 millió emberére hat. Tehát itt az kell látni, hogy azért jó politizálás az, amit ő folytat, most a jót ezt értjük, hogy hogy értem, hatékony. Mert tényleg minden egyes felületre megvan a szókészlete. Amíg valaki más nem talál ki vele ellentétben, vele, őt opponálva, vele versenyképesen szókészletet arra, hogy hasonló tömegeket mozgasson, addig hiába magyarázzuk mi meg a mi zárt világunkba, szubkultúránkba akár, hogy nekünk mit jelent, és milyen hátborzongató, és nekem is, aki nem éltem, vagy nem sokat éltem egy előző rendszerbe, de hát természetesen hátborzongató, és nem kívánatos. Okay, egyetértünk, én csak arról beszélek, hogy ezek az eszközök azért valamilyen irányba mutatnak. Én csak azt mondom, hogy azt látom, hogy a harcias retorika kezd felcserélődni, azt látom, lehet, hogy nem lesz igazam, nem tudom, ez csak nyilván egy okoskodás, hogy az a, amit az előbb is mondtam, egy puhuló rendszer felé mutatnak ezek a... Az egy más kérdés, hogy a mögötte mi történik. Ez önelmítés, ne arra úgy, amikor tudom, az meglátjuk. Utolsó mondata az, és Magyarországot megőrizzük magyarnak. Tehát köszönöm szépen, úgyis pontosan tudják, minden héten mérik a közvéleményt, nagyon sok pénzt és energiát fektetnek erre, mikor, melyik mondatomat kell erőre venni. Pontosan tudják, én csak erre tett akarom pontot, fejlődni Marian. A figyelmet. Gémes, volt egy olyan terve a Orbán kormánynak, hogy a 2000 feletti településeket leépíti, előjáróságokat alakít ki.
Ez a választás átírta ezt a tervet, hiszen ezeken a településeken nyert ma nagyon-nagyon nagy százalékban Orbán Viktor, működik a vazalúsi rendszer, a polgármesterek kiszolgálták a Fidesz politikáját, és most ezeket kell megerősíteni. Küldött is egy levelet a polgármestereknek, az 5000 fő alatti településeknek a választások előtt pár napról, hogy ez nekik nagyon fontos, és beindítják a Modern Falu programot. Már ezen kívül a Modern Falu programon, hogy ennek van egy neve, senki nem hallott semmit. Most próbál ilyen jellegű üzeneteket megfogalmazni ezeknél a településeknél. Nem tudjuk, mennyi pénz van rá, nem tudjuk, mennyi muníció van rá. Azt viszont látjuk, hogy mondjuk a főutak és a nagyutak fejlesztésére van 2300 milliárd, miközben egyébként a hazai kisebb utak úthálózata csak 100 milliárd. Ez mást mond, és más történik. Ez a 100 milliárd csepp a tengerbe, akik elmegy vidékre, és látja ezeket az utakat, tragikus állapotban vannak. Ez fordított arányban történne, akkor biztos vagyok benne, hogy ez igaz lenne, ez a típusú stratégia a gyakorlatban is. Egyelőre csak retorikában látjuk. Lett volna egy próbálkozásunk a NAP grafikonja. Ma az uniós munkanélküliségről készítettünk be egy grafikont, de eldumáltuk az időt. Helyette egy videót mutatunk most önöknek. Ha nem lenne tragikus a kép, akkor azt mondanám, hogy egy kis színes. Brazíliában történt egy rablási kísérlet. Szólok, hogy felkavaró lesz a felvétel, ugyanis meglőnek egy embert. Egy iskola előtt rögzítette a térfigyelő kamera. Mindjárt látni fogják, hogy mi történt, és majd beszélünk néhány mondatot erről is. Ami történt, mindannak az ellenkezőjét tanítják nekünk, ugye, ilyen krízis szakemberek, meg tanáraink. Tehát, hogyha ilyesmi van, akkor mindent oda kell adni, ki kell maradni a konfliktusból, el kell menni, próbálni békésen kezelni ezt a helyzetet. Őrültség, vagy egy civil kurázsi az, amit ez a nő tett? Nem tudjuk a nyilván részletet. Nem minden asszony hord a retiküljébe pisztolyt egyébként, igen, azt tegyük hozzá. Ugye nyilván vonatkoznak jogszabályok arra, hogy egy szolgálaton kívüli egyébként fegyveres szernél dolgozó valaki használhatja ezt a lőfegyvert, de nem tudjuk elemezni ezt a helyzetet. Én megnéztem a Daily Mailnek az eredeti hírét is, és nem találtam benne olyan részletet, ami ugye a ti bejátszásatokból és a te narrációdból ne derült volna ki, tehát sajnos nagyon hiányos ez a történet minden esetre, egészen hát borzongató az is, hogy gyerekekre valaki, mert láthatóan ott felvételen ott tehetek gyerekek, és nem csak a várakozó szülők. Tehát nem csak ez a helyzet, ugye azért lehet hallani a közbiztonságról itt a Brazíliában, tehát hogy ettől függetlenül kell vizsgálni ezt a szituációt. Az, hogy ilyen történik, én nagyon nem szeretném a fegyverhasználatot népszerűsíteni, úgyhogy nem beszélném túl ezt a videót ilyen szempontból. Persze sok mindenre le lehet ágazni belőle, de akkor eszembe jut egy városvezetőnél. Tehát például egy városban a közbiztonság. Nyilván ez egy szélsőséges példa, Brazíliában vagyunk, de hogy mennyire választási kérdés? Ha alacsony a bűnözési statisztika, mennyire hálálják azt meg? Abszolút. Az emberek nagy része nem érzi közbiztonság. A top 5-ben benne van? Abszolút, első kettő. Igen? Közlekedés, közbiztonság, ez a kettő ma Magyarországon, hogyha csinálunk egy közénkutatást. És nyilván ez egy nagyon komoly kihívás is egy település vezető számára. Nálunk egyszerűbb itt az agglomerációs övezetben, Kelet-Észak-Magyarországon, ahol a szociális helyzet sokkal rosszabb, ez sokkal nehezebb megteremteni ezt a szituációt. De az érdekes az, hogy az emberek mindig azt érzik, hogyha ők kerülnek bele, mondjuk egy kerékpárlopás, vagy bármi kapcsán ebbe a dologba, az a 100%, tehát akkor nem jó a közbiztonság. Én ma azt megmerem kockáztatni, hogy nálunk Gödöllőn jó a közbiztonság, jó is a kapcsolat, megvannak a civil szervezetek, háttérszervezetek, az emberek, a szomszédok, egymásért mozgalom, de az még nem biztos, hogy így érzi az állampolgár, de az, hogy ezt napirendi ponton kell tartani, az nagyon komoly helyi bizalmi lehetőség a választópolgár és a választott emberek között. Nem ismerem a
brazil jogszabályokat, a magyar is csak fokhiasan. Viszont azt gondolom, hogy amennyit láttam, szerintem ez a szabályos vagy a szabályoknak megfelelő lőfegyver használat feltételei nem biztos, hogy fennálltak ebben az esetben, ugyanis ennek vannak civilek álltak ott mellett. Sok, nagyon sok szempontból igen, sok sebből vérzik a történet, egyik a civilek, a másik az, hogy ugye valószínűleg fel kellett volna szólítani, ha nem szólítja fel, hanem ő tüzel, akkor nem létfontosság, vagy életfenntartása, vagy nem olyan szerve szabad lőni értelemszerűen, vagy a fegyverre, vagy lábába, vagy a kezébe, stb. Szóval ez majdnem, hogy kivégzésszerű volt, tehát valakit így melkason lőni, így közvetlen közelről, ez szinte magában, nem vagyok orvos, de szinte magában hordozza. Nem valószínű, hogy ezt tanítják a halálos eredmény. Igen, viszont ami emellett még szerintem nagyon fontos, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a közbiztonság és a közbiztonsági közérzet az embereknél, lesz az egyik legfontosabb biztonsági érzet egy állampolgárnál. Az nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy közbiztonság legyen, és itt a fegyvertartástól kezdve sok egyébre is gondol, hogy fényes nappal ki lehet rabolni gyerekeket fegyverrel az utcán, vagy sem, hogy jogkövető legyen az állampolgár magatartása, és olyan jogszabályi környezet legyen, amit viszont szívesen be is tartanak, és azt látja egyébként, hogy mások is betartják. Szóval ez itt ilyen komplexitásába vezetett oda, hogy aztán olyan közbiztonsági közérzetünk van, amiben jól érezzük magunkat. Jogkövető legyen az állampolgár magatartása, mondta Gábor, és azzal folytatjuk, hogy az ügyészség azzal vádolja a Jobbik új elnökének a fiait, hogy halálosan megfenyegettek egy cigány családot. Ez igazságszolgáltatás vagy politika? Itt a Heves megyei Szúcs Kossuth Lajos utcájában béreltek lakást a betyársereg tagjai, akik az ügyészség szerint azért jöttek ide, mert egy helyi cigány családról feltételezték, hogy embereket rabszolgaként dolgoztatva, csicskáztatva kényszerítenek munkára. A vádirat szerint a családot próbálták folyamatosan félelemben tartani. Több alkalommal a beleegyezésünk nélkül fotózták, videóztak, miközben szidalmazták, cigányozták és felszólították, illetve fenyegették őket, hogy a településről költözzenek át. A vádlottak egyike sem járult hozzá, hogy róluk bármilyen felvétel készülhessen, ezért még kitakarva sem mutathatjuk őket. A tárgyaláson a bíró idézte fel a korábbi vallomásaikat, amelyek arról szóltak, hogy ők csak edzeni, beszélgetni akartak, ezért bérelték ki a házat. Az ügyészség közösség tagja elleni erőszakkal, valamint magánlaksértéssel vádolja a társaságot, amelynek tagja a Jobbik most megválasztott elnökének két fia is. Schneider Tamás szerint korábban megszüntették az eljárást, amit miatta indítottak újra. Bizonyítottság hiányában el is vetették. Nyilván jött egy választási időszak is, hogy elő kellett venni, tehát nyilván azt látni kellene, hogy politikai motiváció rejlik szerintem benne. Ha nem hangzott volna el a választások előtt az a miniszterelnöki mondat, hogy elégtételt veszünk jogi, politikai és erkölcsi értelemben is, akkor lehet, hogy az embernek eszébe se jutna, hogy ez most igazságszolgáltatás vagy lejárató kampánya Jobbik új elnökének személy ellen. Tökéletesnek érdekel, hogy bevágja az éket a Jobbik közé, hiszen nagyon erős ellenzéki párt, legerősebb ellenzéki párt a Magyarországgyűlésben, és minden ilyen eszközt felhasznál a politikában, ahol meg lehet osztani egyik vagy a másik pártot. Látjuk itt más pártoknál is azért, hogy megy bele a Fidesz ilyen vagy olyan kontaktrendszeren. Ebből az következik, hogy Gémesi György szerint ez nettó politika. Ez nettó politika, persze. És azért nettó politika, mert akkor eddig miért nem? Mert az ügyész és az ügyészség ezt olyan fontosnak tartja, hogy ennek a két fiúnak, amit én nem vagyok tájékozódva, hogy ők mit és hogyan is mit csináltak. Betyársereg. Mit csináltak, akkor ezt már régen reket van rendezni. Uh-huh. Ez a helyzet. Ha most, akkor az nettó politika. Hogy milyen eljárási hibákat vétett akár az ügy jellegéből fakadóan, itt ugye cigányságot érintő, illetve rasszista indítatású bűncselekményekről lehet szó, illetve milyen eljárási problémák voltak ezzel, ami miatt ez most történik, és miután ugye itt a sértett család jogi képviselője, a TASZ képviseli egyébként őket, felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, pontosabban nem tudom, mi ennek a konkrét jogi neve, ez Gábor jobban tudja, de ettől függetlenül, tehát a sértett fél kezdeményezésére újra kellett vizsgálni azt, hogy az ügyészség elutasította, hogy nem tud vádat emelni. Így aztán vádat emeltek. Én nem gondolom, hogy csak politika lenne, természetesen nyilván nagyon jó példastatuálás lehet, és szépen lehet a közvéleménynek bebizonyítani azt, amiről egyébként már többször beszélgettünk teljes joggal, hogy egy ilyen múltú ember, egy ilyen típusú habitussal, politikai képpel rendelkező ember,
hogyan fogja a cukisodott Jobbikot még cukibbel varázsolni, az nagy kérdés. A Polt Péter által vezetett ügyészség akár most rásegíthetne, hogy megmutassa akár a valódi, akár ezt az arcát, akár Schneider Tamásnak és a Jobbiknak és a betyárseregnek, de természetesen maga az ügy is érdekes, tehát én csak egy mondatban, hogy amikor rendszeresen, évtizedeken keresztül roma családokat fenyegetnek ezek a terror szervezetek, akkor miért csak erről az egy ügyről hallok, hogy történik valami? Ez nem jelenti azt, hogy én megelőlegezném, hogy itt mi történt, ezt majd születik egy ítélet, lehetett olvasni az alaphírbe, hogy borzasztó kevés a bizonyíték. Ezt magának egyébként a TASZ-nak az ügyvédje is elmondta több helyen, hogy valóban nagyon kevés a bizonyítés, vallomások állnak egymással szemben. De ettől függetlenül, hogy ilyen helyzetek és ügyek léteznek, azzal kellene foglalkoznunk, és ne csak egy példastatuálás legyen, ne csak politikai okból. Én nem szeretném ezt feltételezni, hogy így van, de fontos lenne ezzel foglalkozni. Szívesen megadnám a szót, de az a baj, hogy nem tehettem, mert hogy letelt az időnk. Pedig bocs. Olyat mondta, hogy holnap kéne elnézést kérni érte. Így. Amiért nem kérünk elnézést, hogy Rónai Egon következik, mert hogy utánunk jön az egyenes beszéd, és ilyenkor az szokott történni, hogy Egont megkérdezem arról, hogy kikkel és miről beszélget. Nem is csak egyenes beszéd, lesz utána húzós is fél kilenc. Pláne! Tudod, ki jön a húzósba? Ki lesz a műsorvezetője a húzósnak? Rónai? Szerintem egy nagy formátumú televíziós. Na, eldumáljuk valami az időt. Egon. Mond. De Márki-Zay Péter lesz a vendég, az a fontosabb. Szuper. Szerintem is. Na de előtte valóban egyenes beszéd. Amiről ti beszéltetek, arról első vendégemmel folytathatjuk, akár Mirkóczki Ádám lesz itt, aki a Jobbik országgyűlési képviselője, szóvivője és a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke a parlamentben. Nem csak a Jobbik ügyeiről fogunk szót ejteni, hanem az új letelepedési programról is, ami ingatlan vételért kínál magyarországi letelepedési lehetőséget. Egyelőre Kínában. Mindenki tagad, csak éppen a kínaiak nem. Feleslegesnek tartja az Európai Ügyészséget Trócsányi László végül is egy igazságügyi miniszter jelölt, mit is mondhatna mást? Gondolom azt is mondhatná, hogy beállunk a sorba, és Európához hasonlóan Magyarországon is lesz ügyészség, amely európai névre hallgat. No, nem, Balki László nemzetközi jogász talán másképp gondolja, mint az igazságügyi miniszter. Őt kérdezem erről. Nagyjából ugyanannyi magyar örül a kétharmadnak, mint amennyi szomorkodik, és az is igaz, hogy a magasabb kvalitású, tehát magasabb iskolai végzettségű, a kettő nem is ugyanaz. Szóval a magasabb iskolai végzettségűek szomorúbbak a választási eredmény miatt, legalábbis a Zavesz Research ezt hozta ki, Pulai Andrást és Reiner Rolandot, erről fogom faggatni. Írt már nyílt levelet Orbán Viktornak, gyűjtött és gyűjt folyamatosan minden karácsonykor amolyan szeretett morzsákat, ételt a rászorulóknak a Blahauza téren osztogatva. Csinált színházi előadást, ő írta, és előtte 5 napig kiköltözött az utcára, hogy megtudja, milyen a hajléktalanok élete. Szalai Kriszta, aki most 100 tetrekész nőt szeretne maga köré gyűjteni, hogy mire készül a művésznő, megkérdezzük tőle. Aztán jön a Momentum politikusa, aki futballistának készült egy ideig, és nem találják ki, hol Felcsúton a Puskás Akadémiánál. Erről egyébként mesélt már nekünk, Nagy Károlyról van szó, aztán kiderült, hogy nekünk mesélt, az a legkevesebb, de többi emiatt be se teheti a lábát a Puskás Akadémia rendezvényeire. Erről is szót ejtünk meg arról, hogy a Momentum most országjáráson van, legalábbis a legfiatalabbak, mesél majd a tapasztalatairól. A végére pedig Ungár Péter egy újra formálódó LMP-ről számol be nekünk, van kampányötletük, a kampány most nem választás, hanem politikai értelemben, van egy új internetes oldal is hozzá, lesz, ha minden igaz, új társelnöke a pártnak, és neki pedig volt egy elemzése, a Népszavában jelent meg arról, hogy mi vezetett az ellenzék bukásához, erről is beszélgetünk majd az LMP legfiatalabb politikusával. Köszönöm szépen, mai vendégeim voltak Bíró Marianna, Gémesi György és az ember, aki nem kapott szót, Komlódi Gábor. Nektek köszönöm, önöktől meg elköszönöm. Viszontlátásra!